Köszöntöm Önöket! A színes ablaküvegek készüljenek akár Tiffany, akár ólom technikával, magával ragadják az emberi képzeletet, és egyfajta erőteret hoznak létre. A mai munkakörben a kisvárdai Bábás műhelybe invitáljuk Önöket, ahol egy művész házaspár templomokba, közösségi és családi házakba is készítettek már alkotásokat üvegből és zománcból is. Sőt, az anyagok kombinálásával olyan újdonságok kerülnek ki a kezeik közül, amelyek egyedisége megkérdőjelezhetetlen. Az első igazi nagy munkánk, ez egy 15 négyzetméteres ólomüveg ablak. A református közösségi háznak az előterébe készült, és a névadója az életfa. Szerencsés elrendezéssel, mert egy saroképület, és ezt akarva akaratlanul mindenki megnézheti. Aki autóval elmegy, az is látja, aki bemegy, az pedig érzi az üvegek és a színek által létrehozott előteret is. És a környezetet megfesti, ettől jobban érezzük ott magunkat. A következő az a református címer volt, amit szintén a közösségi házba készítettünk, és aztán kezdődött egy nagy projekt, a templom felújítása, a műemléktemplomnak a kiszabadítása évek alatt rárakódott minden más anyagból, az eredeti helyrehozatala, és ott a műemlékesek csak aldalcsüveg használatát engedélyezték. Tehát ezt tettük bele, illetve annyi változtatással, hogy egy nagyon vékony csíkban megvágtuk ezt az aldalcsüveget, és ezt ólomsinnel rögzítettük a többi részéhez. Jéke az szomszédos település, és református templom, és ugye az az érdekessége, hogy igazából nem sok minden díszítést lehet egy református templomba tenni, viszont itt az ablak annyira alacsonyan van, hogy funkciójában szükség volt, hogy a környezettől elhatárolják, és ezért kerültek bele katedrál üvegek, illetve a felső részében reformátusok által is elfogadott jelképek. Ugye a karácsonyhoz a csillag, betlehemi csillag, a búza, a kehely, a bárány, a biblia, ezek szerepelnek a templom felső részében.
Fényes Litkén római katolikus templomba dolgoztunk, ez egy nagyon szép felkérés volt, és nagyon-nagyon örültünk neki. Azt hiszem, mondhatom, hogy szívünket, lelkünket beleadtuk. Ez 6-szor, 7-szer, 8-szor másfél négyzetméteres ablakok, és itt a témát a lelkész úr adta meg, ahol Jézus életének a mozzanatait lehet látni, kezdve a Szűz Máriának, amikor az angyal megjelent, karácsonyi születés, a keresztrefeszítés, a feltámadás, a mennybe menetel, és pünkösd az utolsó. Tehát a nagy ünnepek jelennek meg ezekben az ablakokban. És nagyon elgondolkodtunk azon, hogy milyen üveg is kerüljön be, azon kívül, hogy most a téma az adott volt, tehát a szereplők, az elhelyezkedésnek ugye azért van egy hagyománya, viszont szerettük volna ötvözni azzal, hogy nagyon szép színes üvegeket lehet manapság utolérni, és egy modern hátteret jeleníteni meg az adott figurák mögé. Erre én azt hiszem a legjobb példa a keresztrefeszítés, ahol végül is a háttérben nem hegy és nem ég és nem felhő jelenik meg, hanem a színek egymás mellettisége fejezi ki azt, hogy most Jézus kereszthalála, a lila és a vörös vér egyszerre jelenik meg ezen a ólomüvegen, illetve vizuálisan végig gondolva, a kereszt az nem barnaként jelenik meg, hanem teljesen átlátszó, transzparens üvegként, és a célom az volt vele, hogy mint egy lebeg ebben a térben. Tehát ezt így gondoltam végig, remélem sikerült is így elkészíteni, és ez, aki nézi, annak is ezt az érzést váltja ki. Itt polgármester úrral és a családjával együtt dolgozva készült ez az ólomüveg, mert ennek volt egy eredeti terve, és a mi feladatunk az volt, hogy az adott tervet üveggé írjuk át. Másodszorban, ami igazán nagyon szép volt, remélem ez is látszik, napokig azzal foglalkoztunk, hogy az üvegeket egy nagy kalitkába egymás mellé tettük, hogy melyik kék üveg melyik mellett néz ki jól, a narancsok hogy támogatják a kékeket, tehát ezeket a próbálgatásokat csináltuk végig. A feladatot, ha megkapjuk, ez már önmagában olyan inspiráció, hogy abban a pillanatban leszeretnék ülni és azonnal megtervezni. Már csak amiatt is, mert amikor egy ilyen felkérést megkapunk, akkor nagyon részletesen szeretném tudni, hogy mi az, amit elvárnak, mi az, amit szeretnének, milyen a tér, és ez már annyi információ nekem, amiből el lehet indulni a tervezésben. És nagyon-nagyon sok tervet készítünk, ebből választhatnak, és ehhez válogatjuk hozzá az üvegeket. Tehát tulajdonképpen egy felkérésnél az én dolgom az, hogy elképzeljem a megrendelőnek, ami az ő fejében volt, és azt tudjuk létrehozni. Milyen technikákkal lehet ezeket az üvegdarabokat összeilleszteni? Többféle technikával lehet, a hagyományos az ólomsínes technika, amit a régi templomokban lehet látni. Az üvegeket el kell vágni, a mozaikokat egymáshoz illeszteni egy nagyon-nagyon pontos rajz alapján, és
Utána az ólomsínnel befoglalni, merevíteni, vas és egyéb merevítőket alkalmazni, ez az egyik. Akkor van a tiffani technika, ami a szecesszió szülötte a 1900-as évek elejéből, az már lehetőséget ad arra, hogy például ugye lámpabúrák, a tiffani lámpa a neve is én nem van, hogy bármilyen ívű, igazából bármilyen ívű formát fel tudunk vele venni, ez ólom profil helyett részfóliával illeszkednek egymáshoz a mozaikok, de igazából még a rogyasztást is, a fusing technikát is hozzávehetjük, mert össze lehet olvasztani az üvegeket is egymással, illetve formára lehet rogyasztani. Milyen kérések vannak mondjuk a családi házakat nézzük? Akkor merül fel igény egy egyedi díszüveg készítésére, ha mondjuk például a lámpából kiindulva egy térben többféle típusú lámpára lenne szükség. Amit megmutattunk, az fali lámpa, vakablakba és egy legfelső oszlopon lévő lámpa, tehát boltba ilyen kollekciót nem lehet venni. Ez egyszer. Aztán funkció az is, hogyha az ablakon nem szeretnénk, hogy belássanak. Ez fürdőszobába jelentkező igény. De esztétikai igény is társul hozzá, mert ez lehet, hogy a szekrényben lévő üveg az, ami, hát igazából úgy gondolom, az már egy önálló alkotásnak kell, hogy legyen. Természetesen a szekrénynek a arányainak, színeinek figyelembe vételével. És milyen alapanyagokkal dolgoztok? Ezek mind anyagában festett üvegek, vagy ezekre kerülnek festékek is? Ezek az üvegek anyagukban színezettek, eredendően, de természetesen mondjuk egy emberi fej megfestésénél festékeket is használunk, üvegfestékeket, amit 640 fokon ráégetünk erre a felületre, tehát nem összekeverendő egy bármilyen másfajta üvegfestékkel. Ezek a különböző színű üvegek hogyan viselkednek a nap folyamán? Mindig ugyanazt látjuk, vagy mindig másképp látjuk ezeket a képeket? Hála Istennek ezek változtatják saját magukat, hogy milyen irányból kapja a fényt. Tornyospálcán szerencsés helyzet, ezt említettem, hogy saroképület, és akár délről, akár napnyugtákor is kapja a fényt, és ezáltal mindkét irányból élvezetes, kívülről is és belülről is. De mondjuk Tuzséron észrevettük és láthattuk azt, hogy ha más oldalról olyan 11 óra tájban kapta a fényt, akkor a zöld színű, én tudom, hogy zöld színű, dohány zöld színű üveg, egy fehéres zöld színt kapott. Vagy a legszebb lett volna fényes litkén, ha úgy megyünk, hogy reggel 8-9 óra közül még nem sikerült nekünk se úgy lefotózni, mert akkor olyan, minthogyha nap közvetlenül reflektorként világítana meg minden ablakot, akkor a legszebb a színhatása egyébként. Utána csak jól láthatóvá teszi a színeket. Úgyhogy ez minden napszakba, évszakba, időjárásnak megfelelően változik. És hogyan megy a munkamegosztás közöttetek? Teljesen együtt dolgozunk. Az első beszélgetéstől, hogy ki mit szeretne, azon túl, hogy az üveget kiválasztjuk, azon túl, hogy a tervezést közösen megbeszéljük, azon túl, hogy együtt készítjük, de itt már a férjem az, aki ennek a szakembere. Én inkább abban segítek neki, hogy megbeszélem a megrendelővel azt, amit szeretne. Tehát jobban megérzem azt, hogy mi az, amit szeretnének várni tőlünk, és mit szeretnének kapni. A férjem pedig megcsinálja.
A feleségem szokott tervezni, és ez úgy történik, hogy valamikor éjfélkor, éjfél után felül, hogy megvan, és csak nézek, hogy mi van, meg mi történt, vagy mi van, és akkor ugye megszületett az alkotás, és ezt szépen megcsináljuk közösen, úgyhogy ezzel gond nincs, tehát mindent együtt csinálunk. És miután papírra került az elképzelés, ide kerül a műhelybe, mi a következő lépés? Igen, a műhelybe elkészítjük a sablont, ami nagyon fontos, hogy minden rajta legyen, tehát be legyen sorszámozva. Itt tudok is mutatni egy olyan alkotást, ami végül is, ez most egy kis díszdoboznak a fedele, ami most készül, és hát meg lehet nézni, hogy ez ennyi darab, amennyi, nem tudom, a kamera közel tudja hozni, de ez ennyi darabból áll, amennyit látható. Tehát ezeket pontosan ugye nekünk sablomból ki kell rajzolni, és ha egy üvegből van, akkor nem mondom, hogy könnyebb, de nem kell annyit csiszolni az üvegen, hogy összeálljon maga a minta, mert vannak olyanok például a templomablaknál, vagy más ablakoknál, ahol sajnos, hogy ott külön üvegekből áll össze a minta, és azokat precízen, pontosan, milliméter pontosan össze kell dolgoznunk. Hát mindig azt szoktam mondani, hogy pont ott kell vágni, ahol az a vonal megy, mert egyébként meg sokat kell csiszolni, és ugye vannak olyan eszközeink hozzá, amivel végül is precízen meg tudjuk csinálni. Na most a darabolásnál én egy ilyet tudok mutatni, egy gyors kis pillangó gyárat be tudok mutatni, hogy már rá van rajzolva egy kartonra a pillangó, ez körbe nyírjuk, és ugye a sablon elkészül, körbe rajzoljuk. Kétfajta vágót használunk, az egyik egy egyenes vágó, amivel vonalzó mellett tudunk vágni egyeneseket, illetve van egy olyan, ami egy kicsit keskenyebb és ilyen érdekes formája van. Ugye ezek olajozott, tehát van egy tartály benne, tehát az olaj állandóan nem engedi, hogy kopjon a feje ennek a vágónak. És akkor most, mivel hogy szeretném bemutatni a másik gépet, ezért csak úgy egy ívet vágok bele, amit máskor mellette az üveg mellett csinálom, de és akkor így törik, hogyha szépen vágja az ember. Ha nem vágjuk szépen, akkor elmegy más irányba. És akkor amit lehet, ebből szépen le fogok vágni belőle. És akkor megpróbálom, hát ezeket az íveket, hogy ne kelljen annyit csiszolgatni. És akkor a törőfogóval egyszerűen csak lepattintom, és akkor már ugye ez az ív, és akkor a géppel már csak annyit kell azt a kis picit kiszedni belőle. Hát amikor megvannak ezek a nagy vágások, akkor átmegyünk ide a másik csiszológéphez, és körbe megcsináljuk azokat az éveket. És elkészült. És már csak egy folyamata van, mivel hogy ez Tiffany technikával fog készülni. És a Tiffany technikának a lényege az, hogy egy öntapadós részfóliát fogunk rárakni az üvegre. Itt lehet is látni ennél a pávatolnál, hogy is néz ki, mert a másik oldala még nincs összeforrasztva.
Tehát így néz ki. De ez is össze lesz forrasztva, amikor szerintem be lesz fóliázva, akkor azzal együtt. Ugye ez rész, de ahol átlátszik az üveg, egy katedrál üvegnél például feketével szoktunk fóliázni. És akkor ugye rásimítjuk jól, hogy rátapadjon. Tehát itt van a kis lepkénk, kis pillangónk, és akkor szoktunk hozzá tenni egy pici kis részhúzalt. Ugye a csápnak kell egy kis vékony részhúzal, ami majd még plusz hozzámegy. 60-as forrasztónnal fogjuk körbeforrasztani a lepkénket, úgyhogy előtte forrasztó vízzel. Egyrészt megtisztítjuk, másrészt meg elősegítjük, hogy szépen az ón rá folyjon, rátapadjon a anyagra. És ugye vigyázni kell, mert azért ez 300 fok, és hogy ne, meg a forrasztón, hogy ne cseppenjen le a nadrágra, a kézre. És akkor csinálunk neki egy kicsi csápot. Ennyi a technikája ennek a Tiffanynak, úgyhogy remélem, hogy ezzel egy kis ízelítőt tudtam adni a nézők számára, hogy milyen munka is ez valójában. Milyenek a visszajelzések a már elkészült munkáitokról? Milyen élményed van ezzel kapcsolatban? Lehet, hogy a rosszakat nem mondják el, de nekem csupa-csupa jó élményem van. Elmesélik emberek, hogy ott ülnek a teraszon, és csak a színeket nézik, és ettől jól érzik magukat. Amikor templomról beszélünk, akkor pedig egy az egybe azt mondják, hogy az áldásukat küldik felénk, imádkoznak értünk. Vagy olyan élmény is volt, egy nagyon-nagyon szép magánházba készítettünk egy ólomüveg ajtót, és amikor elköltöztek, ezt vitték magukkal. Tehát ez annyira fontos volt, hogy ezt elvitték magukkal. Vagy olyan, hogy a férj annyira nem akarta azt a lámpát, a feleség igen, és amikor elkészült, a férj bevallotta, hogy ő csak ott ül, és nézi, és ő is töltődik ettől. Úgyhogy csupa-csupa jó visszajelzés, öröm ilyet csinálni. Azt elhiszem, ez látszik is az alkotásokon, de neked a nagy szerelem, vagy az első, ami az életedben először igazán fontos volt a képzőművészet terén, az az ománcozás volt, és kombinálod is ezeket a technikákat hogyan? A ománcba eljutottam egy olyan fázisig, amikor mindenféle anyaggal kombinálom őket. Mondtam az üveg készítésénél a technikát, hogy van a fusing technika, ezzel önmagában is lehet képet készíteni. Ezt mutattam is az Égszakadás című képen, ami önálló képként jelenik meg, és falra akasztható, és ablak elé tehető, és térbe rakható, tehát a képnek minden funkciójával rendelkezik, vagy elvárásaival rendelkezik, de van olyan alkotásom, amikor a rogyasztott üveget, a fusing üveget zománccal ötvöztem, de természetesen van kővel, mondom természetesen, mert a kőbe találtam olyan szépet, egy darab követ a tüzép telepen, kristályokkal szét volt választva, és két darabból állt. Tehát azért mondom természetesen, mert lehet, hogy az alkotás az a tüzép telepen egy kőből indult ki. Vagy egy elrontott fusing üveg motivál arra, hogy abból egy képet csináljak. Úgyhogy ötvözöm ezeket a technikákat és anyagokat. Kisvárdán hol találkozhatunk alkotásoddal? Kisvárdán, amikor megújult a hivatal külseje, akkor
a kisvárdai címert és a magyar címet készítettük el erre a felületre, illetve mivel Kisvárda Szent Lászlóhoz kötődik, a Szent László Anjou legendáriumban megfogalmazott történeteit írtam át Zománcra. És ez a díszteremben van. Bábásék alkotásai egy olyan világba repítettek minket, ami már-már túlmutat a valóságon, és közel vittek a tökéletességhez. Higgyék el, érdemes megtapasztalni. Remélem, jól érezték magukat velünk, hamarosan pedig egy újabb munkakörben várom Önöket. A munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Fogadjunk, hogy nincs bekapcsolva. De szeretem. Nem baj, ez pár perc. Hát igen. Igen.